Nagyon fontos eseményen veszünk most részt, először itt Nagyszőlősen, aztán Beregszászba és Ungváron is, hiszen ez egy nagyon jelentős példája a kárpátaljai magyarság önszerveződésének. Arról van szó, hogy emberek foglalkoztak külön-külön ugye, falusi vendéglátással, aztán rájöttek arra, hogy jobb eredményeket lehet elérni abban az esetben, hogyha egy szervezetbe tömörülnek, ez a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, illetve átveszik azokat a pozitív példákat, amelyek mind Magyarországon, Nyugat-Európában működnek, azt, hogy egy vendég tudja azt, hogy milyen színvonalú szolgáltatásra számíthat. Ez volt ez a minősítési rendszer, amit kidolgoztak, önállóan megvalósítottak, és mindenki csatlakozott hozzá, és most meg fogják tudni azt, hogy kinek milyen minőségű szolgáltatást jutására van lehetősége. Óriási fontos dolog, hiszen önszerveződés volt, az emberek ebbe belementek, szigorú objektív kritériumok alapján döntötték el azt, hogy kinek egy napra forgó, két napra forgó, vagy három napra forgó jár. És ez azt jelenti, hogy mind a kárpátaljai magyarságnak, mind a kárpátaljai magyar turizmusnak van jövője itthon. Hamarosan ki fogják írni ezzel kapcsolatban az újabb pályázatot, újabb fejlesztések fognak történni, és elindulunk azon az úton, hogy valóban a kárpátaljai magyarságnak egy jelentős része a községeinkben a turizmus lesz egyik fő ágazata a gazdaságnak.